Az egész hálózaton mindenhol, a MÁV ZRT-nél főleg, ott jellemző most, munkaszerződések, módosításai vannak folyamatban közös megegyezéssel. Hogy a közös megegyezés két fél együttes akarata. Teljesen mindegy, hogy mi okból állítólag az elvétből integrálódott munkavállalóknak elnézték a besorolását, vagy nem ismernek el egyes végzettségeket, máshol pedig éppen azért, hogy több helyen végezzenek munkát változó munkakörben, mondjuk így a több csomóponton. Majd innen, ha véget ér itt a műsor, akkor mi Rákosra fogok menni, ott van jó sok tolatásvezető tagunk, akiket megkínáltak most 5 forgalmi csomóponton végezzék ugyanannyi bérért a munkájukat. Hát egyik se írta alá, nem tud mit kezdeni a munkáltató. Ennek egyetlen egy oka van, például, hogy Rákosrendező forgalmi csomóponton, Tokodon az 5-ből 1 tolatásvezető van, Esztergomba pedig 2. Ezért Ferencvárosból járnak tolatásvezetők, Rákosrendező forgalmi csomópontra, és a többi, és a többi. De tudok arról, hogy Szolnokról például, 60-ba, 60-ról, meg ki tudja, hova szeretnének. Én csak felhívom a figyelmét mindenkinek, a honlapon is meg fogjuk majd jelentetni, de ne írjon alá senki munkaszerződés módosítást, pláne olyat, ami önmagára nézve hátrányos.